Sziasztok, Dominika vagyok, üdvözlő itt a csatornámon. A mai videóban meghoztam nektek az áprilisi terveimet. Megpróbálom nem túlvállalni magamat erre a hónapra, nem úgy, mint ahogy a márciusi hónapba tettem. Nagyon nem jól sikerült a márciusi hónap ilyen téren, túl sok könyvet válogattam össze, és nem volt rá időm. Úgyhogy most itt áprilisban azért okosabb vagyok, és most jelenleg 4 könyv van a TBR listámon, amiket mindenképpen el szeretnék olvasni ebben a hónapban, és úgy láttam, hogy egyébként teljesíthetőek, mert nem az összes ilyen 500 meg 600 oldalas, hanem vannak ilyen 350-360 oldalas könyvek is benne. De az ötödik könyv, amit majd az üvegcsere fog kihúzni, azt ugye még nem tudom. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogok húzni, és szurkoljatok nekem, hogy ne egy 800 oldalas könyvet húzzak ki, vagy az egy kis életet, mert én akkor ott fogok összetörni, és én akkor ott fejezem be a hónapot. Viccet félretérve természetesen nem így lesz, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog az üvegcse ebben a hónapban nekem adni. És tudjátok mit? Szakítok most a hagyománnyal, mivel annyira érdekel, hogy mi lehet az üvegben, és hogy mit ad nekem, ezért most fogom rögtön a videó elején kihúzni. Én legalább megadja a hangulatot majd a videónak a további részéhez. Ez valami dupla vés. Ez White Hot Case. Ez egy romantikus kötet lesz Jennifer L. Armentrout írásában, amiért rögtön felszaladok és idehozom nektek. Erről a könyvről lenne szó, amit egyébként a tavalyi évben szereztem be, méghozzá Fehérváron egy lánytól, aki az első és a második részét sem akarta megtartani, úgyhogy ingyen be tudtam szerezni, és úgy voltam vele, hogy nem teljesen az én stílusom, hiszen ez egy ifjúsági kötetnek minősül, tehát egy 17 éves lányt követünk, és valami fantasy rész is van talán benne, nem vagyok benne teljes mértékben biztos, de hadilában állok ezzel a könyvvel, hogy nekem mennyire fog tetszeni, mennyire nem. Nyilván adok neki egy esélyt, és ebben a hónapban el fogom olvasni. Mert egyébként én Jennifer L. Armentrouttól én olvastam az Obsidian sorozatának az első két részét, és egyikkel sem volt problémám, tehát nekem tetszett az első meg a második rész is, aztán utána úgymond kinőttem az ifjúsági kategóriából, és nem folytattam a sorozatot, pedig nem volt vele semmi problémám, ez elgondolkodtató. De most akkor itt van a White Hat Case, azaz perzselő csók. Borító alapján nem túl étvágygerjesztő, hogy őszinte legyek, de egyébként választhattam volna rosszabbat is, vagy hát adhatott volna mást is az üvegcse. Majdnem 500 oldalas, úgyhogy ennyit a kegyelemről az üvegcse által. Aztán egy kicsit változtatok a sorrenden, mert nem ezt a könyvet akartam volna megmutatni így másodjára, de ha már úgyis kicsit nagyobb könyvekről van szó, akkor rögtön bedobom ezt a könyvet is, ami ugye a Dűne, és hogyha láthattátok, vagy hát néztétek a márciusi összegzéses videómat, akkor ott hát kiderült, hogy nem olvastam el a márciusi terveim között, és átviszem áprilisra, mégpedig azért, mert Ancsival ezt közös könyvnek végül beválasztottuk, mert ő is szeretné nagyon olvasni a Dűnét, nyilván kijött a filmnek úgymond a második része ebből, úgyhogy őt is érdekli, úgyhogy ezt választottuk közös könyvnek, de ez azt jelenti, hogy emiatt ebben a hónapban ez fixen tényleg meg fog történni. Úgyhogy többször nem halogatom, jön velem ez a monstrum, ami már is mondom, hogy hány oldalas, és iszonyat pici betűs, majdnem 600 oldalas, 10 oldal hiány kb. El leszek vele, vagyis hát el leszünk vele Ancsival. És még mindig sikerült a spoilereket kihagynom, tehát nem láttam semmi spoilert azon kívül, hogy van egy féreg kukac a sivatagban, amit talán meglovagolnak és utaznak vele, vagy nagyon veszélyes, tehát semmit nem tudok a történetről, a világról, a karakterekről, úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök, hogy nem sikerült eddig még leszpoilereznem semmit magamnak. De határozottan érzem a nyomást ezzel a könyvvel kapcsolatban így magam felé, mert félek tőle, iszonyatosan félek tőle, de nagyon cukik voltatok, mert a márciusi terves videóimban mindenki nyugtatott, hogy nem kell félni tőle. Jó ez a könyv, érdemes adni neki egy esélyt, szeretem a skifit, menni fog, úgyhogy nagyon-nagyon cukik voltatok, és tényleg köszönöm szépen itt a bátorító szavakat, úgyhogy ezzel tényleg el leszek ebben a hónapban. Most itt április elején jelent meg Carly Fortune-nek a Várlak a tónál című kötete, ami onnan lehet ismerős nektek, hogy imámint a szerzőnek a neve, Carly Fortune írta a Minden elmúlt nyár című kötetet, amit én a tavalyi évben elolvastam, és egyébként szerettem, tehát az év elejé nagy éves listámban a legjobb könyveknél ezt a könyvet is említettem, hogy mennyire tetszett, és hogy egy jó romantikus kötetnek találom
pontosan amiatt, hogy olyan problémák vannak benne, olyan igazi kapcsolatbeli problémák is, amik miatt én szeretem az ilyen fajta romantikus sztorikat. És így, hogy láttam, hogy jönni fog Kelly Fortune-nek az új kötete, ami úgymond ugyanebben az univerzumban játszódik, de nem folytatása az előző kötetnek, tudtam, hogy el szeretném olvasni. Viszont itt egyébként a Várlak a tónában egy olyan karakter nőt ismerhetünk meg, akit az előző kötetben, tehát a Minden elmúlt nyárban ismerhettünk, hiszen ott akkor Sam-nek a, hát ő a testvére, a lány tesója, és most ő kapott külön könyvet az ő szerelmével, életével, problémáival, úgyhogy ezért gondoltam, hogy biztosan el szeretném olvasni itt a záprilisi hónapban. Kicsit ilyen lágyításnak is igazából, bármennyire is komoly témáról van szó, azért romantikus könyvről beszélünk, és ezek nagyon élnek most megint nálam itt a tavasszal, tehát hogyha ezt megfigyelem most így, hogy újabban romantikus könyveket is tudok olvasni, vagy hát szeretek olvasni, mert megtaláltam azt, ami tetszik. Azt vettem észre, hogy itt az ősz-téli hónapban nem annyira nyomattam így a romantikus köteteket, de így, hogy elérkeztünk a jobb idő felé, határozottan érzem magamban azt, hogy szeretnék ilyen lájtosabb, romantikus könyveket is olvasni, ami közben beleinvestálódok, érdekelnek a karakterek, tehát azért komplex romantikus könyvekről van szó. Szóval a Várlak a tónál is ilyen lesz, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy ezt mindenképpen el fogom olvasni. Határozottan lehet egyébként azt látni itt a tervezős videóknál most, illetve majd már szerintem a jövő hónapnál is, mert hogy vannak terveim, hogy jövő hónapban mit akarok olvasni. Szóval lehet látni, hogy új megjelenéseket szeretnék valamelyest olvasni. Nagyon-nagyon sok jó könyv jön most ki, gyerekek. Rengeteg jó könyv jön ki, és nem tudom, hogy hova kapjam a fejemet, meg a pénztárcámot majd, hogy mit érdemes beszerezni, meg mit hogyan olvassak el. Úgyhogy tényleg új megjelenések vannak főként mostanában a radarjaimon, ami miatt nagyon-nagyon izgatott vagyok. És ezért került fel a listára Lainey Taylortól a Daughter of Smoke and Bone, azaz a Füst és Csont leánya, aminél jogosan kérdezhetitek, hogy de hát miért akarok olyan könyvet olvasni, és miért beszélek olyan új megjelenésről, amit én már olvastam, és kedvenc könyvem. Hát pont azért, hogy elolvashassam újra új kiadásban a Füst és Csont leányát, mert én nagyon-nagyon szerettem ezt a trilógiát, annak ellenére, hogy anno nem adták ki a harmadik részét ennek a sorozatnak magyarul, de terveztem egyébként, hogy a befejező részt azt angolul mindenképpen el szeretném olvasni, mert egy különleges fantasy világot tár elénk Lainey Taylor, gyönyörű írásmódban, gyönyörű helyszínnel, ugyanis itt a Füst és Csont leányában egyébként Prágában járunk, és ez a sötét, esős Prága van egyébként elénk varázsolva így a történetben, ami nagyon-nagyon hangulatos, és én nagyon-nagyon szerettem. És így, hogy jön ez a kiadás, ami egyszerűen olyan gyönyörű, hát nem tudom megállni, hogy ne olvassam újra, gyerekek. Nem tudom megállni. Gyönyörű, szeretném elolvasni újra, egy kicsit újra beleinvestálódni ebbe a világba, és hát így megvan az esély arra, hogy a kiadó jó voltából jönni fog majd a harmadik rész is, legalábbis remélem. Úgyhogy tényleg, hogyha szemeztek vele, de féltek egy picit tőle, hogy most sok fantasy könyv mellett megéri-e ezt elolvasni úgy, hogy volt már belőle egyébként megjelenés, és az úgy borító miatt szerintem nagyon, nagyon radar alatti volt, és nem vette senki a kezébe, vegyétek a kezetekbe. Határozottan azt tudom mondani, nagyon jó könyvről van szó, nagyon hangulatos, úgyhogy nagyon várom már, hogy a kezeim közé kaphassam. Aztán az utolsó kötet is szintén egy új megjelenés lesz, amit itt feltettem a listámra, ez nem más, mint az Örökké való dolgok könyve, ami egyébként egy indiai szerzőnek a kötete, és pont emiatt, hogy egy kicsit kibővítsem a látás körömet, ezért szerettem volna mindenképpen elolvasni, illetve hát a borító is elég szép, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik, de ez csak egy plusz pont egyébként, mert a történet a legfontosabb, de gyönyörű könyvről van szó. Magát a történetet azt egyébként úgy kell elképzelni, hogy ez egy romantikus történelmi regény, olyan sok mindent nem tudok róla, mert ez egy 216 oldalas kötet, rövidke, úgyhogy emiatt én a fülszövegeket nem is szoktam itt aztán meg plán elolvasni, hogy ne legyen az, hogy valamit rögtön lelövök, és hát mivel a rövidsége miatt olyan nagyon nagy meglepetésekre nem számíthatok, ezért nem akarom, hogy a fülszöveg teljes mértékben lelője a sztorit igazából nekem, úgyhogy terben van, hogy ezt is el szeretném olvasni, nagyon kíváncsi vagyok rá, most egy hirtelen nem is tudom, hogy indiai szerzőtől olvastam-e,
lehet, hogy olvastam, de utána kéne néznem. Most már tényleg nagyon-nagyon sok könyvet olvastam már így életem során, úgyhogy nehéz fejben tartani, hogy kitől olvastam és kitől nem, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog tetszeni. Hát akkor én így ezt az 5 könyvet tervezem, vagyis fogom már olvasni áprilisban, remélhetőleg. Jelenleg ugye még csak 2 van nálam fizikális példányként, de a többi is majd hamarosan be fog hozzám futni. Szerintem nem lesz egyébként ez egy rossz hónap. Tehát azért szerintem a White Hat Kiss-szel is lehet ezt tetézni, a gyorsaságot is, mert mégiscsak egy ilyen romantikus, fantasy-s csavarokkal teli könyvről van szó, ahogy itt olvasom a sikerszerző által blörpözött kis előrészt. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz, meg a dűne is. De nem húzom tovább az időt itt a videóban. Meglátjuk majd az áprilisi összegzésben, hogy milyen lesz a hónap. Ti milyen könyveket terveztek ebben a hónapban elolvasni? Írjátok meg nekem kommentben, kíváncsi vagyok rájuk. Megtehetek mindenféle social media felületen, Just a Bookie szólnéven, és akkor találkozunk majd a legközelebbi videómban is. Sziasztok!